Én több mint 1000 szavazatot kaptam kis miatt. Megütöges, megütöges. Egy átlagos testületi ülésnek indult, de hamar komoly viták alakultak ki. A május 31-i eseményre ezúttal több orosházi lakos is ellátogatott, akik közül többen tapssal fejezték ki véleményüket egy-egy felszólalás után. Az SMS szerint a nyilvános ülésen bárki részt vehet, de az ülésrendjét nem zavarhatják meg. Egy férfi azonban ezt megsértette azzal, hogy bekiabált. Rendre utasítom, fáradjon ki. Nem megyek ki. Tudja betartani, nem megyek fáradjon ki. Nem megyek ki. Nem megyek ki. Hogy mennék ki? Kötelezhetem a terem elhagyására. Kérem, vezess ki. Fáradjon ki. Kérem, hogy fáradjon ki. Nem megyek ki. Az eszem... Nem tudja ki küldeni. Kérem, hogy fáradjon ki. Az ülést vezető Dávid Zoltán polgármester szünetet rendelt el addig, amíg a rendbontó férfi nem volt hajlandó elhagyni a termet. Nem se hagysz bele. Van egy szabály. Be fogom hívni a biztonsági őrtest, hogy négy egyszer szóhoz kivezetnek. Ilyen egyszerű. Ennyire egyszerű. Ez a tiszteletről szólna. Fecser János és Molnár Béla alpolgármester is hangos szóváltásba keveredtek. A szocialista politikus még meg is ütögette a társadalmi alpolgármester tarkóját. Én több mint 1000 szavazatot kaptam kis miatt. Megütöges. Neki is fél hozzád. Ne ütögessél, neki is fél hozzád. Nem kérhetsz itt számon bennünket. Ez libás tény. Nem libás tény. Ne provokálj. Nem próbálj már meg normálisan viselkedni. Meg a provokálj, de takarítsd innen a provokátorai. A férfi továbbra sem volt hajlandó elhagyni a termet, így rendőri intézkedésre is sor került. A kiérkező egyenruhások végül igazoltatták a rendbontót. Dávid Zoltán polgármester szerint ez egy megszervezett provokáció volt, hiszen a rendzavaró férfi rendszeresen résztvevője és segítője dr. Szabó Ervin jobbikos képviselő rendezvényeinek és munkájának. Én azt gondolom, hogy ezt így nem lehet így se beszélgetni, sem munkát végezni, és a testületi ülésnek a helyszíne az nem helyszíne balhéknak, és nem helyszíne provokációnak. Itt érdemi munkát kell végezni, és én azt várnám el a képviselőtársaimtól, hogy érdemben segítsék azt a munkát, amivel Orosháza fejlődni tud, több tud lenni. Nem a feljelentésekkel, és nem a feljelentésekre, nem a provokációkra, nem a veszekedésekre, hanem a segítő, együttműködő munkára szeretnék utalni.